1000 milliárdot költünk online, 10 év alatt 10-szeresére nőtt a magyar e-kereskedelem. Korábban virágzik a parlagfű, a kormányhivatal július 1-től kezdi az ellenőrzés sorozatot. Közszolgálati tisztségviselők napja, 16. alkalommal díjazták a példamutató közszolgálati tevékenységet végző dolgozókat. Tíz év alatt 10-szeresére nőtt a magyar e-kereskedelem. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Tavaly mintegy 545 milliárd forintot költöttek el a vásárlók a hazai webáruházakban, a teljes online elköltött összeg pedig meghaladhatja az 1000 milliárdos összeget is. A legkedveltebb kategóriák az online vásárlók körében továbbra is a számítástechnika, szórakoztató elektronika, valamint a ruházat és a sportruházat. Május 31-ével bezárólag a webáruházak is közzétették éves beszámolójukat a 2017-es évről. A teljes kiskereskedelem bővülése mellett jelentős növekedést könyvelhetett el az online kiskereskedelmi piac is, melynek aránya 3 év alatt több mint másfélszeresére nőtt a hazai teljes kiskereskedelmen belül, tette közzé az E-Net internetkutató. 16-17-re közel 30%-kal nőtt egyébként az interneten keresztüli értékesítés, és ez a teljes online kiskereskedelem a teljes kereskedelmen belül 6,2%-ot tesz ki, tehát ez az a rész, amit online vásárolnak az emberek. A top 5 kategória, ahol a legtöbbet költik, legtöbb terméket vásárolják a magyar internetezők, az a számítástechnika, a szórakoztató elektronika, ruházat és sportruházat, játék és ajándék kategória, valamint a lakberendezés, tehát ez az az 5 kategória, amiben a legtöbben vásárolnak. Mind az online vásárlók száma, mind a vásárlási gyakoriság folyamatos növekedést mutat az elmúlt években. 2015 óta 900 ezer fővel bővült az interneten vásárlók száma idehaza, amelyből csak az elmúlt egy évben 300 ezer fővel többen vásároltak a neten. Nem csak ennyi pénzt költenek el a magyar internetezők az interneten, tehát ez 545 milliárd forintot, ez alapvetően a belföldi vásárlás, tehát a hazai kiskereskedelem, hanem ezen felül külföldön is vásárolnak. Ezt is megpróbáltuk megbecsülni idén először, és azt gondoljuk, hogy ez körülbelül 400 milliárd forintot tehetett ki, tehát összességében közel 1000 milliárd forintot költöttek a magyar internetezők 2017-ben az interneten különböző kiskereskedelmi termékekre. Pontos, hogy ennek nem része a szolgáltatás, tehát a repülőjegyek biztosítás egyebek, ez csak is kizárólag a termékeknek az értékesítésére vonatkozik. Az E-Net előrejelzése alapján a következő években is az eddig megszokott 20% körüli növekedési trendek fogják jellemezni az itthoni e-kereskedelmet. 5 év múlva a hazai internetes kiskereskedelem pedig akár a 2-2,5-szeresére is nőhet, meghaladva ezzel az 1000 milliárdos belföldi forgalmat. A hirtelen jött nyár miatt idén a megszokottnál korábban virágzik a parlagfű. A növény egészen a fagyokig terjeszti a pollenjét, ezzel allergiás reakciókat kiváltva az arra érzékeny emberekben. A kormányhivatal munkatársai július 1-én kezdik a parlagfű helikopteres felderítését és indíthatnak eljárást azon gazdák ellen, akik földjeikről nem távolították el a növényt. Gazdálkodók sokszor összetévesztik a vadkendert a parlagfűvel, a két növény különbözik, a parlagfű az, ami a legtöbb problémát okozza. Idén a megszokottnál korábban kezdődik a parlagfű virágzása. A növény egészen őszig szórja a polleneket, rengeteg kellemetlenséget okozva az arra allergiás embereknek. A korai virágzás oka a hirtelen átmenet nélkül érkezett nyár, ami a gazdálkodókat is kihívás elé állította. Volt egy nagyon meleg áprilisunk, ezt követően egy nagyon meleg május, viszonylag kevés csapadék hullott, viszont a parlagfű csirázásának és fejlődésének ez nagyon kedvezett. Már március végén kikeltek a parlagfű növények. A gazdálkodók a gyomirtó kezeléseket nem tudták időben elvégezni a csapadékhiány miatt, így a parlagfű gyakorlatilag szabadon fejlődhetett, és megelőzve a virágzási időszakot, ami általában július vége, augusztus szokott lenni, már most június végén, július elején várható, hogy elkezdődik a parlagfű virágzása. A nyírségi területek kifejezetten érintettek ilyen téren, hiszen az itt lévő könnyű homoktalajok gyorsan melegszenek, és viszonylag jó a vízgazdálkodásuk, így megelőzés híján a parlagfű szabadon tud fejlődni. A parlagfüves terület megtisztításáról a gazdáknak maguknak kell gondoskodniuk, ellenkező esetben bírságra számíthatnak.
Sajnos a nyírségi területek a leginkább érintettek a parlagfű fertőzéssel. Ezek a könnyű homoktalajok gyorsan melegszenek, viszonylag jó a vízgazdálkodásuk, és itt a parlagfű szabadon tud fejlődni, amennyiben nem akadályozzuk meg a fejlődését. Az elmúlt évben 117 hektáron kezdeményeztünk eljárás gazdálkodókkal szemben. Viszonylag nagy számú gazdálkodóval szemben jártunk el, 315 gazdálkodót érintett az eljárás. Itt közérdekű védekezéseket rendeltünk el, növényvédelmi bírságot szabtunk ki, valamint a költségek megtérítésére is felszólítottuk a gazdálkodókat. A kormányhivatal munkatársai július 1-én megkezdik a helikopteres felderítést a megye teljes területén. Ekkorra a gazdálkodóknak el kell távolítani a földjeiken terjeszkedő parlagfüvet, máskülönben a hatóság eljárást indíthat ellenük. Idén 16. alkalommal adták át a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatásáért díjakat. Az elismerés minden évben legfeljebb 10 ember kaphatja meg. Az ő személyükről titkos szavazással döntenek. A díjat azok a köztisztviselők kapják, akik példamutató közszolgálati tevékenységet végeznek a közigazgatásban, vagy hozzájárulnak annak továbbfejlesztéséhez. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 1992-ben lépett életbe, majd 4 évvel később a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete kezdeményezte, hogy július 1-én ennek tiszteletére tartsanak ünnepnapot. Első alkalommal 1997-ben ez meg is történt, 2001-ben pedig munkaszüneti nappá nyilvánították július 1-ét, de tavaly módosították ezt a törvényt. 2011-től nem csak a köztisztviselők, hanem a kormány tisztviselők napja is. A munkát el kell ismerni. A munkát kétféleképpen lehet premizálni, lehet anyagi és lehet erkölcsi alapon. Ez mind a kettő találkozik a mai napon, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kollégák tudják azt, hogy igenis számítunk a munkájukra, és ezt a munkát el is ismerjük. Ők égő fáklyák lesznek egyébként a következő egy évben, hiszen példamutatásukkal előjárnak majd a többi kolléga számára is, és ezzel a kihívással kénytelenek lesznek egyébként együtt dolgozni is, ugyanis a mérce, a nívó most már magasra van téve, innentől kezdve de ebből a színből nem engedhetünk, ehhez ragaszkodni kell. Megyénkben több mint 2000 kormányhivatali dolgozó végzi naponta munkáját, közülük is jelöltek személyeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatásáért díjra. Ezt idén 16. alkalommal adták át a megyeházán. Azok a közigazgatásban dolgozók kapták, akik közszolgálati munkájukat lelkiismeretesen végzik, vagy példamutatóan hozzájárulnak annak fejlesztéséhez. 10 díj kerül egyébként kiosztásra, ezek pont olyan személyeknek kerülnek odaadásra, illetve kerültek titkos szavazással odahitéltetésre, akik a megyéért, a megye minden polgáraiért hajlandóak voltak, mind a munkaidejüket, mind pedig sokszor a szabadidejüket is feláldozni. A díjazottak közt volt Almási Istvánné is, aki 33 éve dolgozik az önkormányzati közigazgatás szolgálatában. Többek között népességnyilvántartási és ülési jegyzőkönyvezési feladatokat lát el penészleken. Segíti fiatalabb kollégáit és a közösségi élet fellendülését. Lelkiismeretesség, következetesség és áldozatkészség jellemzi, akár csak a többi díjazott munkáját. Névadójuk születésének 139. évfordulóját ünnepelte a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár. Az intézmény küldetése, hogy ápolja és megőrizze az író által hátrahagyott kulturális értékeket. A megemlékezést egy az íróhoz köthető előadással zárták a könyvtárban. Névadójuk születésének évfordulóját ünnepelte a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár. Az író születésének évfordulójának megünneplése már hagyományjá vált a könyvtár életében. Idén is a Móricz Zsigmond szobor koszorúzásával emlékeztek meg az íróról. Együtt a város többi kulturális intézményével, illetve a névadónkkal, vagy a Móricz Zsigmond nevét viselő intézményekkel közösen emlékezünk Móricz Zsigmondra. Könyvtárunk küldetése, hogy ápoljuk, megőrizzük és továbbadjuk a Móricz Zsigmond által ránk hagyományozott kulturális örökséget. Az író Budapesten bölcsészetet tanult, és bár tanári szakvizsgát nem tett, óraadó volt a Kisújszállási gimnáziumban, és tisztviselőként dolgozott a Kultuszminisztériumban. Később többek között Ady Endre mellett írt a Nyugatnak, majd a Kelet népét szerkesztette. 1942-ben agyvérzésben hunyt el. Művei, mint az Árvácska és a Légy jó, mint halálig, máig élnek a köztudatban, és az irodalmi kánon fontos darabjai. Tisza Csécsén született, innen a megyei kötődése, és Nyíregyházán is többször járt. Járt már mint a Nyugat szerkesztője, és nagyon szépen emlékezett a szülőföldjéről és Nyíregyházáról.
meghatóan fogalmazott egy rádió interjújában is. Az évforduló kapcsán a Móri Zsigmond olvasókör is találkozót szervezett pénteken. Története során először juthat be a Hungarian Football League döntőjébe a Nyíregyháza Tigers. A Tigrisek a bajnoki elődöntőben az alapszakasz győztes Budapest Wolves ellen lépnek pályára. A mérkőzés szombaton 15 órakor kezdődik a Vasas Pasaréti úti sportcentrumában. Csak úgy, mint a korábbi években, a legmagasabb osztályban indulva a Nyíregyháza Tigers ismét bejutott a legjobb négy közé. Az alapszakasz 4 győzelemmel és 3 vereséggel a negyedik helyen zárták a Tigrisek, az első helyet a rekordbajnok Wolves szerezte meg 6-1-es mutatóval. A döntőbe jutás klubtörténelmi tett lenne, egyúttal a nyíregyháziak visszavágnának a fővárosiaknak a bajnokság első szakaszában elszenvedett 6 pontos vereségért. Sikerült a minimális évelei célunkat teljesíteni. Idén is bejutottunk a rájátszásba a kiemelt magyar bajnokságban. Én azt gondolom, hogy nagyon ritka az a csapatnak mondható érdem más csapatoknál, hogy ahányszor elindulunk, mindig rájátszásba minimum eljutunk. Szeretnénk ezt megfejelni azzal, hogy az elődöntőt megnyerve bejutunk a döntőbe. Erre reális esélyünk van, hiszen nagyon jó formában vannak a játékosok. A körülmények kicsit mostohák itt Szabolcsban, edzés körülményekre gondolok, de bízom benne, hogy nyerni fogunk. Nagyon-nagyon-nagyon hálásak lehetünk eddig is a szurkoló bázisunknak, mindenhová elkísértek, és ez valószínűleg így lesz az elődöntőben is. Bízom abban, hogy nagyon sokan fognak ismét nekünk szurkolni a helyszínen. A Tigers vezetőedzője szerint a rájátszás meccsei teljesen mások, mint az alapszakasz mérkőzései. A játékosokat nem kell motiválni, mindenki tisztában van a találkozó jelentőségével. A legfontosabb, hogy mindenki egészséges legyen. Elég sok hiányzunk volt, akik az edzéseken sem lehettek ott, de ez már a rájátszás, amelyben 4 csapat vesz részt, és szerencsére mi vagyunk az egyik. Szóval olyan jól és olyan keményen fogunk játszani, ahogyan csak tudunk. Az első osztály mezőnyének legeredményesebb elkapó játékosa, Troy Rice eddig 634 yardot ért el. A támadó bízik abban, hogy ott lesznek a fináléban. Az első mérkőzésen néhány kulcsfontosságú szituációban veszítettünk pontokat. Ezeket a hibákat mindenképpen ki kell javítanunk a következő találkozón. Nagyon magabiztosan várjuk az összecsapást, mivel tudjuk, hogy miben kell javulnunk. Az önbizalmunkkal nincs gond, győzni akarunk. A Nyíregyháza Tigers Budapest Wolves mérkőzés szombaton 15 órakor kezdődik a Vasas Pasaréti úti sportcentrumában. A másik elődöntőben a Miskolc Steelers vasárnap a Budapest Cowboys csapatát fogadja. 18 arany, 14 ezüst és 16 bronzérmet szereztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiatalok a Diákolimpia országos döntőiben. A megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület kézilabdában, kosárlabdában és röplabdában rendezett országos elődöntőt, valami Nyíregyháza, illetve Kisvárda adott otthont a negyedik korcsoportos összevont labdajátékok Diákolimpia országos döntőjének. A tanévvel együtt befejeződtek a diákolimpiai versenyek is, amelyeken több mint 11 000 fiatal vett részt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület a tavalyi országos döntők után idén is rendezett a legjobbakat felvonultató finálét. A legnépesebb mezőny számláló negyedik korcsoportos összevont labdajátékok döntőjén a versenyzőkkel, felkészítőkkel, szülőkkel együtt közel 2000 vendég látogatott Nyíregyházára, illetve Kisvárdára. Egy eredményes tanévet zártunk, és egy nagyon tartalmas tanévet zártunk diáksport szempontjából, hiszen megint országos elődöntőknek, országos döntőknek adtunk otthont itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és azt hiszem, hogy valóban ezek olyan színvonalon kerültek megrendezésre, amelyre azért mindenki büszke lehet, aki a megyében, akár sporthoz kötődik, akár nem kötődik hozzá. Volt 3 országos elődöntőnk, röplabdában, kosárlabdában, kézilabdában, amelyet Nyíregyházán rendeztünk, meg volt selejtezőnk is kosárlabdában, amit szintén Nyíregyházán, és ugye volt egy országos döntőnk, az összevont labdajátékok diákolimpiai országos döntő, amely most ki volt egészülve ugye a labdarúgással, amely így a 3 sportág mellett, a kézilabda, kosárlabda és röplabda mellett ez egy nagyobb falat volt, mint a tavalyi évben, hiszen több mint 1000 versenyző látogatott el hozzánk, és hát plusz még a testnevelők, illetve a kísérők, tehát majdnem egy 2000-es társaságra
kellett számítanunk, akiket azért koordinálni kellett, a versenyeztetését meg kellett oldani, és hát ugye egy kicsit nehezítette a helyzetünket az, hogy nagyon meleg volt azon a hétvégén, de hál' Istennek én úgy gondolom, hogy mindenkinek a megelégedésére sikerült ezt a döntőt megrendezni. Két helyszínen, Nyíregyházán és Kisvárdán, azt hiszem, hogy ez se túlságosan általános az országos döntők tekintetében, hogy két városba is meg van rendezve, és mind a két helyszín azt hiszem, hogy kitett magáért, és büszkék vagyunk arra, hogy valóban ilyen létesítmények és ilyen háttér segítőink vannak, akik az iskolákban, önkormányzatoknál mind-mind támogatják a megyei diáksport életet, nekik ezúton is szeretném megköszönni. A megyebeli sportolók összesen 48 érmet szereztek az országos döntőkben, 18 arany, 14 ezüst és 16 bronz megoszlásban. Nagyon büszkék vagyunk ezekre a sportolókra, nagyon büszkék vagyunk külön a röplabdás lányokra, akik ugye elkényeztettek bennünket a tavalyi években, hiszen aranyat aranyra halmoztak, de azért most is hál' Istennek sikerült nagyon szépen csillogó érmeket szereznünk, de természetesen a labdajátékokon kívül vannak más olyan sportágak is, amelyekben tényleg sikerült olyan eredményeket, érmes helyezéseket, aranyérmeket szereznünk, amely azt hiszem, hogy mindenképpen említésre méltó, sőt, ez nem is jó szó, hiszen kimagasló atlétikában én mindenképpen megemlíteném Szabó Hunort, aki amilyen versenyen elindult, lényegében mindent megnyert, illetve azokat a versenyzőket, azokat a sportolókat is kiemelném, akik nem csak már az országos, megyei, országos elődöntőkön, megyei döntőkön bizonyítottak, hanem most már kijutottak világjátékokra is, hiszen egyrészt a röplabdás lányok, a vasvári röplabdás lányok, ők Brunóban a világjátékokon mutathatták meg magukat, illetve a kosárlabdában is, a krúdis kosárlabdások, ők most is éppen kint vannak Belgrádban, és bízunk benne, hogy nagyon szép eredményt érnek el. A negyedik korcsoportos összevont labdajátékok döntőjében érmes megyebeli csapatok tagjai és testnevelői a megyei közgyűlés diszoklevelét vették át a testület csütörtöki ülésén. A lány röplabdában ezüstérmes Nyíregyházi Móric, a fiú kézilabdában bronzérmes Tiszavasvári Móric és a labdarúgásban harmadik helyen végző Pátrahai Általános Iskola képviselői kaptak elismeréseket. Most pedig iradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 10 év alatt 10-szeresére nőtt a magyar e-kereskedelem. Tavaly mintegy 545 milliárd forintot költöttek el a vásárlók a hazai webáruházakban, a teljes online elköltött összeg pedig meghaladhatja az 1000 milliárdos összeget is. A legkedveltebb kategóriák az online vásárlók körében továbbra is a számítástechnika, szórakoztató elektronika, valamint a ruházat és a sportruházat. A hirtelen jött nyár miatt idén a megszokottnál korábban virágzik a parlagfű, a növény egészen a fagyokig terjeszti a pollenjét, ezzel allergiás reakciókat kiváltva az erre érzékeny emberekben. A kormányhivatal munkatársai július 1-én kezdik a parlagfű helikopteres felderítését, és indíthatnak eljárást azon gazdák ellen, akik földjeikről nem távolították el a növényt. Idén 16. alkalommal adták át a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatásáért díjakat. Az elismerés minden évben legfeljebb 10 ember kaphatja meg, az ő személyükről titkos szavazással döntenek. A díjat azok a köztisztviselők kapják, akik példamutató közszolgálati tevékenységet végeznek a közigazgatásban, vagy hozzájárulnak annak továbbfejlesztéséhez. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 29-én pénteken, friss hírekkel legközelebb majd hétfőn este várjuk Önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap napos, de kissé hűvös szeles időre van kilátás. Éjszaka egy hideg front súrolja északfelől térségünket, és mögötte erős északi áramlással száraz, de több fokkal hidegebb levegő áramlik fölénk. Az éjjeli órákban változóan felhős idő várható, a késő estig még záporokra, zivatarokra lehet számítani. Az északi szél több felé éjszaka is élénk marad, hajnaltól egyre inkább megerősödik. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben napos idő várható gomoly felhőkkel, térségünkben nem valószínű csapadék. Az élénk északi szél gyakran megerősödik, helyenként viharos lökések is lehetnek. Délutánra 22 fokig emelkedik a hőmérséklet,
Hidegfronti hatás várható térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A folytatásban a kevés gomoly felhő mellett sok napsütésre számíthatunk, és vasárnap csak néhol alakulhat ki zápor. A hétvégi hűvösebb idő után a jövő hét elejétől ismét erősödik a nappali felmelegedés, és többnyire napos, száraz idő várható. Péter Pál napján sokfelé nem mentek ki a földekre dolgozni, mert ezen a napon gyakran voltak erős villámtevékenységgel párosuló viharok, és a korábbi villámcsapásos halálesetek miatt féltek elődeink.